Nem fog érdekelni, hogy mivel zsarolsz, mivel fenyegetsz, én szeretnék most már tényleg szabad ember lenni. Zokogva mesélt házassága pokláról Varga Judit. 16 éven át számtalanszor elsírta magát a volt igazságügyi miniszter Magyar Péter miatt. Volt férje folyamatosan fenyegette, zsarolta őt. Volt olyan eset, hogy egy nevelési tanácsadóban könnyekben tört ki, mikor azt mondták neki, hihetetlen mind megy keresztül, miközben ő az ország igazságügyi minisztere. Családjának, közeli barátainak szinte folyamatosan sírt. Rengeteg alkalommal kiöntötte a szívét, de azt csak egy ember tudta volna begyógyítani, Magyar Péter, ha képes megváltozni. 16 év alatt számtalanszor könyörgött neki Varga Judit, hogy változtasson, mert nem lesz visszaút. Én egyszer levágnak a lelkemről, én ezt a kifejezést használtam, akkor én már soha többet nem akarok se téged, se magamat, se senkit nem akarok már megmenteni, én már csak élni akarok. Szabadon. És nem fog érdekelni, hogy mivel zsarolsz, mivel fenyegetsz, én szeretnék most már tényleg szabad ember lenni. Varga Judit mióta kiállt a nyilvánosság elé, és őszintén elmesélte, milyen poklot kellett átélnie a házassága alatt, rengeteg embertől kap támogatást. És látszik, hogy ez, ami most történik, ez más együttérző emberekben is fájdalmat okoz. Ez tényleg fáj. De mit üzennél azoknak az embereknek, akik hasonló dolgokon mennek keresztül? Írd meg kommentben!